No, utolsó vendégeink is megérkeztek ide a stúdióban. Nagy szeretettel köszöntünk mindenkit. Gosztola Krisztina a stúdióban, színésznő, producer és Harmi Péter rendező. Jó reggelt kívánunk! Jó reggelt! És Mártival itt csak azért hadarok, hogy már nem maradt olyan sok időnk. Beszéltünk arról, és ugye azért is hívtunk benneteket, mert hogy inspiráló színésznő díjat kapott Hollywoodban. Ugye? Igen. Gratulálunk. Több díjat besöpört egyébként, már a Nyakland című filmről van szó. Bizony, megkapta a legjobb rendezőnek járó díjat Svédországban, legjobb képi világért járó díjat, külön díjat kapott, és most Hollywoodban ez a inspiráló színésznő díj, ami azt akarja, hogy az alakítás az ösztönzőleg hat a nézőre. Mit értenek ez alatt? Igen, nagyjából? Igen, ebben a filmben konkrétan arról van szó, hogy Maja, aki egy a főhős, aki egy olasz hölgy, elmegy Párizsba szerencsét próbálni, felolvasást tart egy idős vak öregúrnak, és ott megtudja, hogy rejteget egy nyakéket, aminek a megszállottja lesz Maja. Amit a film sugarni szeretne az ő karakterén keresztül az, hogy a női szépség és a vonzerő az belülről fakad. És a túlzott hiúság, illetve az érzéketlenség a környezetünkre, főként egy fogyatékos emberre, ezt az egész külső mázat, ezt lerombolja. Igen. Meséljetek nekünk egy kicsit a filmnek a forgatásáról, helyszínéről, szereplőiről. Nagyon érdekes helyszínek voltak Párizsban, mint látszik most itt a tréleren, külső és belső helyszín, ami nagyon érdekes volt, hogy ahol forgattunk, az egy igazán egy vak zenésznek az otthona volt. De ezt tudtál? Tehát azért igen, választottátok? Kerestünk helyszíneket, és így jött, így dobta az élet, hogy mondjam. Nagyon örülünk, mert abszolút autentikus helyszín volt. Tehát eleve úgy volt kialakítva. Igen, abszolút ház, így volt, tehát nekünk nagyon nem is kellett állítani. A Mathieu-nek picit nehéz volt ez a szerep, de nagyon jó megoldotta, hál' Istennek, mert elég nagy követelmények elé állítottam, én elég maximalista vagyok, de hál' Istennek nagyon jó volt. Az Eric da Costa, aki lehet picit bulvározni, hogy a Monica Bellucci-nak az unokatestvére, egyébként most jött ki egy francia nagyfilmje otthon, már nála, őt láthatjuk, úgyhogy nagyon jó kis A-kategóriás színészekkel játszottunk, és hála Istennek, hogy természetesen azért készít az ember egy filmet, hogy sokan lássák, szeressék. És hogy kapjon díjat is. Így van, például. Hát az se. Igen. Mondhatjuk azt, hogy picit azért szerencsétek volt a forgatásnak az időzítésével kapcsolatosan? Abszolút. Igen. Igen, bár azért akkor is voltak nehézségek, mert akkor pont Párizsban lezárások voltak a tömegközlekedésre. Januárban. Tehát akkor is akadtak nehézségek, de pontosan, és a filmnek az utómunkálataiban már nagyon beleszólt a pandémia. Igen. Tehát azt már teljes egészében már Peti készített. Most bocsánat, hogy ezt kérdezem, de egy kis játékfilmről beszélünk, abszolút a klasszikus hosszúságú filmről van szó? Igen. Ugye nagyon sok fesztiválon az meghatározott, hogy ne legyen 15 percnél több. És adott esetben ez még nehéz is, hogy be kell sűríteni. Tehát itt is nagyon nehéz volt megvágni, mert még sok mindent szerettünk volna a képi világban, hogyha itt megjelenik. Igen. Úgyhogy nehéz. És akkor hány perc lett? 15. 14-50. Nagyon kinyugtunk, amennyire lehetett. Igen, pont. Párizs, és miért pont francia koprodukcióban, vagy nem tudom, hogy valójában a koprodukció szó az azt is fedi, most nem gazdaság értelemben, hanem a szereplőkkel, a stáb azért azt látszik, hogy ez egy együttműködés. Így van, ez most már a második koprodukció, akkor én is ezt a szót használom. A Jonafilm Entertainment, ami gyakorlatilag a saját cégünk, második kisjátékfilmje, az első volt az Engedj el, ami a Bújtor Fesztiválon díjat kapott 2 éve, és hát ez egy ismét egy tovább lépésnek szántuk, és úgy néz ki, hogy tényleg ez sikerült, és ezután következne majd egy, mondhatnom, nem egy nagyon, egy közepes hosszúságú film. Igen, tévéjáték hosszúságú film, amit sajnos most ugye a helyzet miatt egy picit át kell gondolni, átértékelni. Jó, producerként? Igen, de színésznőként is. Is. Igen. Hogyha nem csalnak a mi statisztikáink, már amikor az ember ugye utánatok olvas, utánatok néz, stb., akkor jól emlékszünk mi, hogy ilyen, te közel 70 produkcióban vettél már részt. Ugye nagyon nehéz lehet nyilván egy művésznek, egy producernek meghatározni, mondjuk az első háromat azt mondanák, hogy tipikus újságírói kérdés, már előre elnézést kérek. Mikor te legjobban szeretnéd kérdezni? Nem feltétlenül, hogy a legjobb, hanem őt, a nyakláncot mondjuk, ezt hol tudná ebben a halmazban elhelyezni? Ugye hát ez nagyon érdekes, mert ami teljes egész
esetében a saját produkció, tehát mi írtuk a forgatókönyvet, az előkészítések, az utómunka, az mindig valahogy az ember szívéhez azért a saját gyereke is közel áll. Persze nagyon jó az, amikor az embert hívják egy másik produkcióba, főként színésznőként, hogy visszaigazolást kap, de azért ez egy ilyen kis dédelgetett kis projekt. Igen, igen. Mi mindennel jár, ez az utolsó kérdés, mert kiszaladunk az időből, egyébként egy ilyen díj. Hát azon kívül, hogy lelkileg most főleg ebben a nehéz időszakban ez nagyon, nagyon jól esik, sok megkeresés van így a jövőre vonatkozólag, és reméljük, hogy ez tényleg meg is tud valósulni, mert ugye most a körülmények is. Igen, igen, igen. És a te esetedben is, Péter? Abszolút, hát amennyiben a Krisztina bízik bennem, de most már úgy néz ki, negyedik éve mi ugye hát magánéletben is, hála Istennek, nagyon jól kiegészítjük egymást, és hát abszolút együtt hozzuk létre ezeket a produkciókat. Nagy az összhang, remélem sokáig tart, és hát nagyon sok tervünk van, úgyhogy nagyon örülök, hogy egy gyönyörű, tehetséges emberrel hozott össze az élet. Köszönjük! Köszönjük! Köszönjük szépen! Szép végszó volt!